Sziasztok! Sinon vagyok, ez pedig, jól látjátok, Space Engineers a legelső, legújabb 1.108-as patch-el, ami nem másodott el nekünk, mint a bolygókat. Yippee-ki-yay, motherfuckers! Na most dönthetünk, hogy most Fallout 4-ezzünk, vagy bolygós Space Engineers-el játszunk, vagy úristen, mennyi sok szar fog most megjelenni ezen a hónapban, ezek hülyék. Na, szóval, kezdjük is ott, hogy rákattintunk a New World opcióra, azon belül is, hogy kezdjünk egy Custom World-ön, akkor láthatjátok, hogy az eddigi mellévők mellé pontosabban egy kicsit olyan, mint hogyha a helyen, mert például egy-kettő dal nekem, mint hogyha hiányzó, csak lehet, hogy csak ilyen halucinálom be. Lényegtelen, az lényeg, hogy kaptunk 1, 2, 3, 4, 5, 6 új kezdési opciót. Földszerű bolygó, a marsos bolygó, az idegen bolygó, a kezdhetünk holdon is, illetve kezdhetünk egy olyan bolygón, egy ilyen naprendszerbe, ahol egyszerűen három bolygó ott van, és mi választjuk ki azt, amit szeretnénk. És van még egy olyan lehetőségünk, amikor csak van egy darab bolygó, és ennyi. Én amondó vagyok, hogy egy picit már körbenéztem ebbe a világba, csak hogy így lássam, hogy így pontosan milyen is ez az egész, és a legérdekesebb szerintem ez a kettő volt. Csak egy gyors körbenézésre nézzünk be az idegen világba, hiszen ebbe érkezett meg a legtöbb érdekesség. Ezzel kaptam még egy ilyen World Generator gombot is, amivel mi tudjuk lekreálni azt, hogy milyen legyen a világunk, de ezzel most nem jövünk hozzá. De kezdjünk egy új idegen bolygón. Ugye háromfajta bolygó jött. Van a földszerű bolygó, ahol van atmoszféra és lélegezhető levegő. Szóval ez egy ilyen, ez a legegyszerűbb. Van a marsszerű bolygó, amin nincsen oxigén, vagy csak nagyon alacsony szinten, meg atmoszféra sincsen nagyon. És van a harmadik, az pedig az idegen bolygó, ami pedig olyan, hogy van rajta atmoszféra, de a levegő mérgező, szóval ez nem lélegezhető, és az idegen bolygón pedig vannak kalózok, plusz ilyen, mi is volt, adtak nekik valami nevet, az a lényeg, hogy ilyen űrpókok, ami nagyon nagy királyság, mert az űrpókok azok ilyen menő dolgok. Nem tudom, miért pont űrpókok lettek, de nagyon, nagyon jól meg vannak csinálva. Kicsit olyan feelingje van ennek a bolygónak, mint aki látta a csillagközi inváziót. Igen, a csillagközi inváziót. Na, pont ugyanilyen érzés van az embernek, hogy aki így randomba hirtelen így kiugrik egy ilyen 3-4 darab ilyen kis pók, és megtámadnak, és megpróbálnak megenni téged. Természetesen mi most kreatívban leszünk, ezért nem kell ettől aggódni. Hát az még egy picit zavaró, hogy elég lassan tölt a játék. Néha én attól is félek, hogy így kifagy. Mint például most. De nem, én még hiszek benne, hogy még nem fagyott ki. Hú, és itt is volnánk. Ez elején egy picit szaggat a játék, de be kell valljam, ahhoz képest, hogy mekkora méretű bolygókat ide raktak elénk, egészen stabil a játék. Szóval nincsenek hatalmas laggolások, most még felvétel mellett is egy olyan 45-50 FPS-en van, ami szerintem nem rossz. És úgy, hogy itt van mellettünk azért egy viszonylag egész nagynak mondható űrbázis is, meg ilyen projektor, nem tudom micsodák. Azt még nem volt alkalommal megnézni, hogy vajon az összes bázis, szóval az összes Easy Start bázis ugyanígy néz-e ki, de az viszont biztos, hogy ez így néz ki, mert ezt már láttam, de a többit még nem. Kicsit beszaggattunk.
Igen, hallottátok az előbb ilyen kicsi nyikorgó hangot, az pont az volt, hogy megjelent néhány pók, a katlik turetek pedig agyon lőtték őket. Mert miért nem? Most próbálok egyet keresni. Hol van? Ott van. Itt van. Ezt a kis pókot lőttük agyon az előbb. Így néz ki. Nem tudom mi a neve. Van valami kitalált neve, hogy pontosan hogyan is kell hívni őket. Én úgy hívom csak, hogy űrpókok, mert kibaszott űrpókok. Na, ezen az Easy Start bázison egyelőre három űrhajót kapunk. Van az első, ehhez a FSTC Deterrent Fighter. Szóval ez valami frakciónak a harc, a harci vadásza, és ez pedig az új blokk, amit a bolygók mellé kaptunk. Néha azért megrecsen a játék, de ez az új blokk, amit még itt kaptunk, ez nem más, mint a... És ennek a neve. Ja, meg is mondom nektek. Itt van. Atmosphere Thruster. Van belőle kicsike és nagy is. Szóval, ez ilyen kibaszott nagy. Wow. Ezt én nem tudtam. De mindesetre elég menő néz ki. Ja, és közben jönnek ilyen, mert nézhetitek. Természetesen itt a bolygókon vannak randomban támadó ellenfelek is, mert vannak kalózok, amiket természetesen kapcsolatok azonnal ripítjára próbálnak lőni. Szóval így néznek ki. Ilyen a nagy Atmospheric Thruster, és a kicsi pedig így néz ki. Láthatjátok, hogy ilyen kis jó pofán néznek ki. Föl, le, jobbra, balra, mindenféle irányokba vannak belőle, és ebből ilyen jó kis engine-eket lehet összerakni. Szerintem jól néz ki. Illetve ugye ez az új blokk, ez az a lényege, hogy tökéletesen jó arra, hogy egy helyben tartja a hajót, mert ugye van gravitáció, na én is most így ide így kijövök, és kikapcsolom a jetpacket, elkezdek zuhanni, pedig nincsen semmiféle mesterséges gravitáció, hanem csak a bolygónak gravitációja, amit a jobb alsó sarokban láthatok, illetve még egy másik újítás, ami szerintem nagyon nagy királyság. Halljátok? Van zene a játékban. Most életemben először bekapcsoltam a zenét a Space Engineer-be, mert végre nem ez az idegesítő, ilyen creepy szarság ment a háttérbe, hanem igazi zene, végre valami, amire azt mondom, hogy na, erre jól esik játszani. Megvannak még mindig egy picit ezek az ilyen kicsit enyhém, ilyen ijesztőbb ritmusok, de nagyon sok szép dallam is található benne, ami jelentősen feldobja az ember kedvét ahhoz, hogy ne elbújjon a sötét sarokba, hanem hogy építkezzen valami állatdolgot. Nos, a másik fontos dolog például megváltozott néhány hang effektnek is a hangja. Most ezt nem tudom mennyire halljátok, de megint egy kis szakadás. De például megváltozott a thrusternek, szóval a jetpackünknek is a hangja most már. Meg egy-két dolog most már másabb lett. De nézzük pontosabban, hogy mit is kaptuk. Szóval kaptuk egy ilyen fasza, ilyen kis vadász, és mondom, ezeknek az atmospheric thrustereknek az a különlegességük, hogy nagyon jó teljesítményt tudnak elérni, ha atmoszférában vagy. Ha a bolygónak van atmoszférája. Most ez fontos tulajdonság, mert ha nincs, akkor nem érnek semmit. Ezért például űrben sem nagyon lehet őket használni, de ezt mindjárt ki is próbáljuk. Illetve még mielőtt kipróbálom, megmutatom a másik két hajót is, amit kapunk. Van még mellé egy ilyen egész állatul kinéző bányászhajónk, illetve egy egész állatul kinéző kis heggesztő hajónk is
illetve hát ilyen maintenance hajónk, ugye ilyen hegesztő és flexelő hajónk. Mellette amúgy a bázison megvan minden, ami az alaptúléléshez kell, beleértve a Gatling turreteket, hallott egy beacon is, van két darab ilyen grinderünk, ott valahol gondolom van hegesztőfej is, így van. Itt lehet gyorsan építeni, ott lehet gyorsan flexelni. Bent van természetesen cryopod, és a belső részt nem mutatom meg, mert ez eléggé unalmas és lapos, de van bent természetesen oxigén, cryopod és egy medbay, minden ami a túléléshez szükséges, illetve még érdekességképpen kaptunk két darab ilyen kis plusz dolga, hogy elnézem, ez egy valamilyen kerékkel rendelkező jármű, mert most ugye a holoprinten, vagy mi a szar ez, ezen ugye nem mutatja rendesen a kerekeket, hanem csak ezeket a felfüggesztéseket mutatja, amit hogyha meghegesztünk, akkor oda hattan a kerék. Szóval ez valamilyen kerekes jármű, amit így meg tudunk heggeszteni, és ehhez a járművünkhöz kaptunk még egy dropshipet is, szóval meg tudjuk azt csinálni, hogy felszállunk ezzel a kis masinával, fölkapjuk azt a járművet, ledobjuk is, mint egy tankot, így ledobjuk is, osztjuk nekik az észt. Illetve van egy lézer antennánk, egy sima antennánk, szóval megvan az alapvető kommunikáció is, van egy kinti cockpit, és az alap refinery, meg minden, ami szükséges, plusz modulokkal, meg egy leszállópálya, és így meg egy-két sérű solar panel. És lényegében ennyi is lenne ez az egész bázis. Nagyon kompakt, nagyon egyszerű, teljesen easy starthoz van komparálva. Én amondó vagyok, hogy röppentsük be ezt a baby. Ja, és még egy érdekesség, hogyha bekapcsolom a HUD-ot, akkor láthatjátok, hogy most már van egy magasság indikátorunk is. Magasság és horizontális indikátor. Ugye láthatjátok, hogy mutatja, hogy milyen irányban nézünk a világra, és hova. Érdekesség, hogy eltűnt a lézerpont. Ezért van egy ilyen furcsa antennaszerű célzókánk. Láthatjátok, hogy nincsen ott a lézercsík. De viszont kameránk az van, és igazából az a lényeg, úgyhogy... És természetesen ez is teljesen a rabolható környezet. De még mielőtt én így megmutatnám, hogy szuperál ez a harci gépezet, előtte azért szeretném megmutatni, hogy például mennyire jól működnek ezek az óriás atmospheric thrusterök. Mert igazság szerint ezt még én sem teszteltem teljesen, hogy is működik ez az egész. Azt már megpróbáltam egyszer, hogy elhagyni a bolygót, kíváncsiság kedvéért, és arra jöttem rá, hogy kurva sok idő. Ezek a bolygók, hát beszartok, hogy mekkorák. Nem tudom elmondani, hogy ez mekkora ez a bolygó. Eszméletlen durva, hogy milyen nagy. Szóval tényleg gyakorlatilag percekbe kerül az, hogy mire el tudom hagyni a bolygót. Így nagyon fun. Amúgy érdekesség, néztem, illetve utolána, nem voltam sajnos jelen akkor, amikor volt maga a stream, de belenéztem abba utólag a streambe, amit a fejlesztőkkel készítettek a bolygókkal kapcsolatban, és abban elmondták a készítők, hogy amúgy ezeket a bolygók ilyen félig kézzel készítettek, szóval, hogy le lett generálva a számítógép által, és ezután pedig ők kézzel átalakították, hogy legyen benne egy kis kanyonok, meg hegyek, meg völgyek, meg minden. És azért, hogy valamivel érdekesebb legyen a tájkép, valami emlékezetesebb legyen, és tök érdekes. Na és látjátok? Közben itt pofázok hülyeségekről, láthatjátok, hogy ahogy érek ki az atmoszférából, fogy a teljesítménye a hajtóműnek. Már nem is megy, már zuhannak vissza. Látjátok? Már zuhannak vissza, mert egyszerűen nincsen elég kakaója a hajtóműnek. Szóval ezek a kis
helikopterszerű ilyen sugárhajtóművek. Ezek nagyon jól működnek itt a lent, de ahogy megyünk kijebb az atmoszférába, úgy egyre jobban csökken a teljesítményünk. Ó, és még mindig zuhanunk. Az nem jó. Érdekel, kikapcsoltam volna az izét, nem? Valami jó vagyunk. Ó, boly. Aj, ne. Nem, miért most akarsz megtámadni közben? Éppen pofázok. Rahajj meg. Az a baj, hogy múltkor, amikor megpróbáltam itt körbenézni csak itt a világban, olyan könnyen lelakták itt az én hatalmas kis űrhajómat, hogy nem így. Hopp. Már a kamerát szét is szedte. Báj, bazd meg! Báj! Son of a bitch! Hopp, és ott a lézercsik. Csak igen, érződik, hogy távolra már annyira nem hat ki. Na, sikerült szétszednem téged? Bazd meg, hogy szétszedted a kamerámat, te rohadék! Ja, fontos az amúgy, hogy a hajtóművek csak egy bizonyos szögben állnak, úgyhogy ha nem olyan szögben állnak, akkor bizony csökken a magasságunk. Ez a rohadéknak jó szétszette a űrhajómat. Mert egy akartam mutogatni, hogy mi mennyire jó a játékban. Gatling Gun 2 is not working. Na, ezt mondom, hogy nem olyan rossz ez a kis vadász. De azért egy harcban azért elég könnyen lelapják szegényt. Nem baj, mert most minden esetre akkor is csak az a feladatunk. Ha megnézzük, hogy milyen magasságig tudunk eljutni ezekkel az atmospheric thrusterekkel. Egyelőre 5000 méternél járunk, és az a baj, hogy én itt nem látjátok, de csutkára nyomom amúgy a space gombot, hogy így menjek följebb. De így is csökken a sebességünk, amit láthatok a jobb alsó sarokban, hát csak 40 méter per szekundó. Egyelőre még egyre magasabban vagyunk. 6000 méter. Hát szerintem ez körülbelül itt valahol itt lesz vége itt a dolognak. És ennyi. 6150 méter. Eddig jutottunk el. Aztán elkezdünk zuhanni. Szóval ez a lényeg. Ha van egy ilyen űrhajó, ezzel nem tudunk kimenni az űrbe. Hol a kurva anyára? You son of a bitch! Dögölj meg, bazd meg! Dögölj meg! Dögölj meg! Dögölj meg! Újra tört. Hiányzik ez a kamera. De jó amúgy, hogy oda rakták legalább ezt a kicsi antennát ilyen célkeresztnek. Többen nem látok semmit. Jó, most már tudom, hogy látok rá magukba. Úristen, mennyien jönnek. Na ezt mondom, amúgy körbejárogattam már én itt a bolygót valamennyire. És azt meg kell jegyezzem, hogy ez egy nagyon ellenséges bolygó. Szóval, ha csak így, de nagyon ég a hajunk. Ha Survivor-be lennék, már rég meghaltam volna. Ugyanis ezek a pókok nagyon erősek, nagyon sűrű jönnek, és nagyon sokan. És elég hamar megzabálják a Gatling küretekben a lőszert, meg persze most kreatívban vagyunk, ezért most nem számít. Mindenből lőszerből végtelen van. De egy nagyjából ennyi. Most még egy becsapódás így megmutatok. Hoppá, jó. Szóval, aki szeretne mindenképpen bolygón kezdeni, én azt ajánlanám, hogy sokkal jobb kezdés az, ha valaki mondjuk egy Mars bolygón, vagy a Föld bolygón, nem látom, hogy ott a Marsos bolygó, oda is el lehet jutni. Vagy pedig a földi bolygón kezd,
ott megépíti a saját kis bázisát, összegyűjti a nyersanyagokat, megépíti a szükséges hajókat, aztán átjön ide valami csatahajóval, és elő mindenkit kilóra. Ja, amúgy az is egy dolog, megpróbáltam a nagy nagy blue ship-vel elmenekülni innen, hát nem egyszerű. Mert hidrogén thrusterek nélkül egyelőre én nem nagyon tudtam semmit se kezdeni. Igaz, azt még nem próbáltam, hogy ezeket az atmoszféri thrustereket rászerelem, de az biztos, hogy hydrogen thrusterrel, szóval ezekkel a hidrogén üzemelő üzemanyag rakétákkal eléggé nem cost effektív itt a repkedés az űrbe, meg a atmoszférába. Ó, itt egy aksú is. Na, ez is van. Egyébként ennyi lett volna. Köszi szépen, hogy néztetek. Ha van valami megjegyzésetek, azt ott lent komment formájában közöljétek. Köszi szépen, néztetek. Sziasztok!